Szevasztok, srácok! Ez itt újra az Építs fel, és végre elérkezett az az adás, amiben hát megpróbálom kideríteni, hogy hogyan is működik ez a legolcsóbb kínai világító szett a Bugatti Chiron-unkhoz, mivel, hogy emlékeztek rá, volt egyszer egy olyan unboxing videó, amelyben ki is bontottam ezt az egész zacskót, és azt hiszem, ott el is mondtam, de elmondom még egyszer, semmilyen háttértudással nem rendelkezem, még csak egy videót sem néztem meg. Pontosan azért, hogy ti is tudjátok, hogy egy ilyen zero IQ, nulla tehetséggel rendelkező egyén, mint én, összetud-e szerelni egy ilyen világítós cuccot, és akkor megnézzük, hogy hogyan is működik ez az egész, hogyan néz ki világítva, vagy hogyan néz ki normális fényszórókkal ez a Bugatti Chiron, ami természetesen ez nem egy LEGO termék, sőt egyáltalán nem támogatta senki, úgyhogy ezt direkt én vásároltam meg az eBay-en a legolcsó verzióját, hogy tényleg nézzük meg, hogy jó lenne, hogyha a LEGO egyszer ilyeneket hivatalosan kiadna, vagy igazából teljesen felejtős az egész, úgyhogy a mai adásban erre próbálom megkeresni a választ. Ha kíváncsiak vagytok erre, akkor szerintem tartsatok velem. Na szóval ez az adás akkor teljesen másmilyen lesz, mint az általában megszokott adások, mivel itt hát nagy valószínűséggel nem lesz egy középső építési szakasz, bár hogyha nagyon elbénázom ezt az egészet, akkor lehet, hogy érkezni fog egy kis zenés montás, hogyha annyira nem akar összeépülni ez az egész, de tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan is fog ez működni, meg tényleg, hogy már az előbbi bevezetőben is említettem nektek, hogy én, akinek semmilyen tehetsége nincs ehhez, igazából azt se tudom pontosan, hogy ezeknek mi a nevük, amiket bele kellene szerelnem, és hát, na jó, de gyorsan bontsuk is ki, még mielőtt tovább magyarázom ezt az egészet, mert azt akarom ebből a kihozni, hogy ahogy látom, semmilyen összeszerelési útmutató nincsen hozzá. Van itt egy kis papírka, amiben hát leírja, hogy tök jó, hogy megvettem meg. Hát de várjatok, itt van egy ilyen letölthető instrukció, oké, ez már egy egészen fontos dolog, úgyhogy lehet, hogy ezt majd mindjárt meg is fogom nyitni, hát ha azért úgy könnyebb lesz, mint így simán, mert hát így ezekből annyira nem jövök rá. Oké, nagyjából tudom, hogy mi hova való, mert ez a zacskó egyértelműen az első fényszórók lesznek, amit hát nem hiszem, hogy annyira bonyolult lesz kicserélni, de aztán, hogy végül is ezt az egész adaptert hova kell rakni, amin egyébként van egy ilyen on-off állás, meg az, hogy ne dobjuk ki a kukába. De egyébként, hogy ezt hogy kell szétszedni, meg hogy ez elemmel működik? Biztos elemmel működik, mivel más nem hiszem, hogy van benne, de hogy kell egyáltalán kinyitni? Látjátok, ennyire teljesen analfabéta vagyok ehhez, hogy halvány gőzöm sincs. Amúgy direkt bekészítettem ide egy csavarhúzót, hogy biztos, ami biztos, de hát egyelőre még arra se jöttem rá pontosan, hogy ezt hogyan is kéne kinyitni. Csak így felfele kell csúsztatni. Triplás elemek vannak benne, bekészítettem azokat is. Beletesszük az elemeket először, már csak azért is, hogy szerintem próbáljuk ki, hogy az elemekkel működik-e normálisan, meg egyáltalán világítanak-e ezek a cuccok. Itt van ez a kis USB-s hát elosztó, nem tudom mi lehet ennek a hivatalos neve, de biztos vannak köztetek olyanok, akik nagyon vágják ezt az egészet, és most jót röhögnek rajtam, hogy azt se tudom, hogy ezek mik. Hát remélem normálisan sikerül ezt a pókhálót széthúzni, mert elég vékony kábelekről van itt szó. Szóval ezt a kábelt széthúzva szerintem ezt kell beledugni ide. De minek van akkor ez az USB vég? Hiszen ezen nincs semmilyen USB bemenet. Hát az oké, hogy ezt kell ide összedugni, de akkor ezt mivel dugom össze? Ez minek van itt? Jó kérdés. Aztán itt van, gondolom ez lesz a hátsó lámpasor, ez egy ilyen kis Legóhoz hasonló alkatrészen van rajta, ugyanúgy, mint a hátsó, vagy az első lámpák, ez is ugyanúgy ilyen kis pók hálószerű alkatrész lók ki belőle, amit gyorsan le is veszünk. És hál' Isten ezek már össze vannak forrasztva, úgyhogy nem nekem kell ezekkel itt mókolnom, amit... De akkor ez továbbra is mi? Ezt egyelőre félretesszük. Ezt egyelőre nem értem. Szerintem ezt kell valahova, valamelyikbe beledugnom, tegyük fel. Legyen ez az. Összedugjuk. És világít is. Most itt ennél a fénynél lehet, hogy ti nem látjátok.
de itt elég jól lát, várját, hogy ide teszem. Ott azért szerintem egész jól látszódik, hogy hát elég jól világítanak. Akkor ezt lekapcsolom. Off. Oké. Okay. Akkor jöhetnek ezek a kisebb darabok. Ezek szerintem a beltérvirágítások lesznek. És ezek ilyen kis matricákra vannak rárakva. Tehát ezt nem kell úgy beszerelni, hanem ezt csak simán föl kell tapasztani. Itt vannak ezek is. Nem tudom, hogy csinálok-e róla bírófelvétel, de ha igen, akkor gondolom most pont normálisan látni fogjátok, hogy ilyen kis matricákra vannak ezek fölrakva, úgyhogy ezt nem kell úgy bizonyos helyre beszerelni, nem csak simán ez egy ilyen beltéri virágítás, amit matricákkal a belterébe valahova föl fogok ragasztani, úgyhogy nagy valószínűséggel nem is fog ide kelleni az a kis összeszerelési útmutató. Eddig eléggé user-friendly az interfész, mert hát mint ahogy már az előbb is mondtam nektek, semmilyen tehetségem nincs ehhez, de mégis. Mi ez a másik kettő? Ez a másik kettő nagy valószínűséggel a visszapillantókra legalábbis én arra tudok gondolni, mivel voltak itt ilyen képek, várjatok. Volt ebben a dobozban egy másik kis papírocska, amin úgy látszik, mintha világítanának a visszapillantók, és úgy nagy valószínűséggel a visszapillantóra fognak azok kerülni, de azt sem kell beszerelni, hanem az is ugyanúgy ilyen matricákra vannak ráragasztva. Várjátok, ezt is bepróbálom ebbe az egész szerkezetbe. Megnézzük, hogy ezek is világítanak-e, mert ne akkor derüljünk, amikor már beleszenvedtem, hanem még most derüljünk. Világít! Van kettő darab kék fényünk, és van kettő darab sokkal melegebb, ám de nagyon világos, nagyon, nagyon erős lett fényünk. Tehát igazából ahhoz képest, hogy ez ilyen nagyon olcsó kínai, hát a fényerővel már most látom, hogy problémák nem lesznek, mert tényleg annyira éles a fénye, hogy majd kivakítottam a szememet. És végül itt van ugye az utolsó, amit már mutattam is nektek az elején, ez a kettő első fényszóró, amik ugyanúgy össze vannak egy kicsit kötegelve, de hogy ezek a kábelek mennyire vékonyak, remélem nem fogom őket eltörni, mert akkor hát baszhatom, akkor nem fognak normálisan működni. De nagy valószínűséggel azért csak fog ez sikerülni. Ezek is ugyanúgy össze vannak gombolygatva, amik hát eléggé kacifántosan állnak. De miért van így összekeverve? Egyébként ez annyira nem Lego alkatrész, hogy már be vannak sárgulva egy kicsikét ezek a fehér alkat. Á, ez ketté jön. Tehát ezek két különböző ág lesz, amit ugyanúgy, biztos, amit uti ziher. Kipróbálunk. Bedugunk ide. Működik ez? Nem így, fordítva. És annyira picik ezek a fejek, és annyira gyengének érzem, nem akarom véletlen se elpattintani őket, mert az eléggé fájdalmas lenne. Nyilván nem olyan ökörár ez az egész, de akkor is tök jó lenne, hogyha meg tudnánk nézni, hogy hogyan működik ez az egész. Hiszen ezért van ez a kis mókulós extra videó. És bekapcsolom, és világítanak, és ezek sokkal hidegebb fényeket. Tehát ahhoz képest azért egész jó fényfelhozatalunk van. Hát a legvilágosabbak egyébként a belső fények, amit nem is értem, hogy miért kellett ennyire világosra állítani. Na szóval, most már rájöttem, vagyis hát megnéztük őket, hogy biztosan működnek-e. Ezek az acsikat eltesszük ide, hogy ne itt csörögjenek. De erre az USB kábelre továbbra se jöttem rá, hogy mi. Bár most, hogy így gondolkozok, lehet, hogy azért, hogyha ezt, mit tudom én, bedugjátok a gépbe, a számítógépetekbe, akármilyen erőforrásra, akkor azon keresztül megy, nem erről a kis három darab AAA-s eremről, úgyhogy szerintem ez ahhoz kell, de nekem most akkor ez nem fog kelleni. Most neki is látok a beszerelésnek, amit, hogyha most hirtelen elindul egy ilyen kis zenés montázs rész, akkor az azt fogja jelenteni, hogy egész sokáig tartott. Viszont, hogyha nem, akkor viszonylag könnyen bevértem szerelni, úgyhogy ez majd ki fog derülni. Először is ugye le kell szerelni ezt a kis védő rétegét a lámpánkról, és hát először is, halljátok, kihúzzuk őket, mert most már ugye nem kell, hogy bedugva legyenek, most már tudjuk normálisan, hogy ezek működnek. Először is ez a lámpa jön? Hogy áll ez? Ez a lámpa kerül. Igen.
ez lesz a jobboldali első lámpa. Vagy várjátok, lehet, hogy fordítva? Hát igazából tök mindegy, mert mind a kettő egyforma, csak igazából a kettőnek a tükörképe. Szóval először is kivesszük az eredeti lámpánkat, le kell róla szerelni azt a részt, amit rápakolunk erre. Egyébként ugye ez van ezen az oldalán. Egész könnyen passzolnak az alkatrészek erre az egészre. Úgyhogy itt igazából hiba nincsen. Ezt szerintem én itt valahogy bevezetem ide a kocsi alá, hogy ne látszódjon, hogy hol áll ki a kábél. Az extra kábél. Ami itt kijön az alján. Mondom, kijön az alján. Megpróbáljuk nem a kerekeknél, mert az itt elég hülyén néz neki, hogyha kerekeknél jönnek ilyen kábelecske. Mondjuk úgy ott. Ott van ilyen üres rész. Király. Oké, tehát egy kábelünk már van, bevezetve a kocsi alá. És ezt már vissza is teszem, hogy biztos, ami biztos ne keveredjen össze. Másik oldala. Ezt visszatesszük. És ennyi. Jöhet a másik. Hozzuk ezt ki. Nem tudom, mennyi látszódik ebből. Ennek a videónak most nem az a lényeg, hogy ti normálisan lássátok, hogy én itt mit mókolok, hanem hogy egyáltalán össze tudom-e hozni az én nem létező technikai tudásommal ezt az egész lámpa cuccot. Egyébként érdekes lett számotokra, hogy ez az autó még megvan, de ezt az a Bugatti Chiront valamiért nem volt szívem még szétszedni, meg igazából már akkor is gondoltam arra, amikor összeépítettem, hogy egyszer jó lenne egy ilyen világítós tesztet bemutatni, és hát szerintem egész jó alanya ez az autó. Ja, hát eleve jó méretekkel rendelkezik, és akkor is szépen fog mutatni rajta a világítás. Rábírom szerelni. Na most akkor ez jön itt belőle, amiket ragasztani kell, hiszen egy ilyen 3M-es matricák vannak ide, rá applikálva a hátuljára. Ahhoz lehet, hogy fejre kéne fordítani a kocsit. Csak könnyed. Jó. És akkor nagy valószínűséggel ez az egész akkumulátor benn lesz majd az első ülés előtt. Máshol nem tudom elképzelni. És igazából most már csak egy dolog van hátra. Még pedig a hátsó lámpa, ami hát egy első ránézésre szerintem a legbonyolultabb lesz. Azt se tudom pontosan, hogy ezt hova kellene tenni. Most már értem, meg kellett nézni ezt a kis összeszerelésünk, mutatom, nem tudtam eltalálni, hogy hova kell rakni ezt a hátsó lámpát, de nem is a hátsó lámpa helyére kell, hanem igazából csak ide be kell rakni. Egyszerűen semmilyen lámpa helyett nincs ez berakva, hanem csak így extrába, így alulra be kell pöccinteni, és igazából ennyi az egész, ha minden igaz. Elméletileg el is készültem, mivel most már csak annyi a dolgom, hogy ezeket a kábeleket egy helyre bevezetem, mégpedig mondjuk ezt pont fordítva kellett volna rakni, de akkor ugye ide az üléshez lesz berakva, a normális vezető oldali üléshez lesz berakva, mert itt igazából csak előre vezetem ezt a kábelt, hogy ne látszódjon annyira, vagy itt a motortérbe keresztül vezetem. Annyit már most mondhatok, hogy egy csipeszt nem ártana, ha ide készítettem volna, úgyhogy maradjon itt nektek tanulság, hogyha ezt csináljátok, egy csipeszt hozzatok be, vagy készítsetek be, mert sokkal egyszerűbb lehet. Ezt is bekötjük valamelyik ágára. És ha igaz, és a számításaim nem csalnak, akkor hogyha 88 mérföldes sebességre kapcsolunk, ami azt jelenti, hogy megnyomjuk ezt a gombot, akkor... Ha! Működik!
Na srácok, ahogy látjátok, le is kapcsoltam a fényeket, hogy azért ti is normálisan lássátok, hogy miről is van szó. Nyilván fogok készíteni B-roll felvételeket is erről, hogy hogyan is néz ki. De azért, hát nézzétek meg, például ugye itt van a hátsó lámpa, ami ebbe a fényben a fókusz, aztán nem tudja, hogy mi a helyzet. Na szóval ott a hátsó lámpa, amit igazából tényleg nem kellett semmire rászerelni, meg igazából a hátsó lámpának nem is ott kellene lennie, hanem ez csak így rá van akasztva egy elemre, nem kellett semmi helyet berakni, ezért is kellett ott megnéznem, hogy hogyan is működik ez az egész összeszerelési útmutató, de az összes többinél igazából minden adott volt, úgyhogy nem kellett megnézni, hogy hogyan kell összeszerelni. Ahogy látjátok, ugye van a két visszapillantónál is egy-egy kék fény, és hát ugye van a belsejébe is az autónak egy domvilágítás, ami igazából kettő darab LED csíkkel van megoldva, amit azért azt el kell mondanom nektek, hogy szerintem az túlságosan erős fény, az lehetne egy kicsit jobban LED-immelve. Biztos, hogyha vesztek hozzá másmilyen ledeket, akkor egyszerűen ki lehet cserélni, már annak, aki ilyet hozzá, mert nekem halvány fogalmam sincs. De szerintem ugye a domvilágítás az nagyon erős, de az első fényszórók, azok azért mindent hozzátesznek, azok azért sokat adnak hozzá, úgyhogy szerintem a legjobb része tényleg az első és a hátsó fényszóró, mert azok valami eszméletlenül jól néznek ki. Az a belső világítás nekem egyáltalán nem tetszik, úgyhogy nagy valószínűséggel én ezt ki is fogom szerelni ezután a videó után. És hát igazából mi mást is tudnék mondani? Ez egy nagyon olcsó, legolcsóbb kínai verziója volt, úgyhogy ha valaki szeretné ilyet beszerezni, akkor csak támogatni tudom, hogyha föl szeretné világítani a készleteit, mert hát nézzetek fel eBay-re, nézzetek fel kínai oldalakra, Dunát lehet regeszteni ezekkel a dolgokkal, és ahogy látjátok, normálisan működik, még egy ilyen teljesen szakavatatlan nyikhaj, mint én, is be tudta szerelni viszonylag egyszerűen, és mondjuk ebből a verzióban azt azért hozzá kell tenni, hogy ez egy olyan verzió, ami már ilyen gondozásmentes verzió, mert van olyan verzió is, amiben nektek kell minden egyes LED szalagot összecsomózgatni, belerakni minden egyes LEGO kockába, ami hát gondolom sokkal körülményesebb, úgyhogy én ezért is választottam ezt a verziót, mert ahhoz aztán végképp nem lett volna semmi tehetségem, de így tényleg látjátok, minden tök egyszerűen be lehet szerelni. Nyilván itt a belsőben pontosan azért, mivel nagyon erős a belső domfény, azért itt nagyon látszódnak, hogy a kábelek mindenfele mennek, de ezt olyan ember, aki egy kicsit szofisztikáltabb, meg egy kicsit jobban érte ez az egészhez, a szépen el tudja vezetni a járatokban ezeket a kábeleket, és akkor igazából el lehet tüntetni ezeket a bizonyos kábeleket, úgyhogy tényleg, én csak ajánlani tudom, és hát a másik az, hogy csak ajánlani tudom a LEGO-nak, hogy ezeket most már készíts el ő is, mert hogy emlékeztek rá, hogy egy másfél évvel ezelőtt volt egy olyan pletyka, hogy a LEGO Night Mode volt, azt hiszem, azon a néven ki akart adni hasonló világítós cuccokat, amit továbbra se értek, hogy a LEGO miért nem lépett még meg, hiszen ezzel annyira fel lehet dobni a készleteket, hogy ez valami eszméletlen. Csak gondoljatok ilyen karácsonyos készletekre is, azokra is mennyivel jobban néz neki, hogyha lennének karácsonyi fények, hát az autók az egyértelműen, első-hátsó fényszóró, az a domfény továbbra sem tetszik, de ezen kívül még csomó másik készlet van, például ugye ott van a nagy Marvel-es készlet, amit nemrég mutattam be. Most azt is telepakoljátok világítással, az azért mennyire jól tud már kinézni, az még egy extra adalékot ad ehhez az egészhez, és tényleg, ahogy láttátok, viszonylag egyszerűen be lehet szerelni, és hát mivel ez egy kínai kis vacak, hát viszonylag olcsón hozzá is lehet jutni. Nyilván egy másik negatívum azért ott van az, hogy hát mire megérkezik, az egy elég hosszadalmas idő, meg hogy egyáltalán megérkezik-e, mert ezeknél a cuccoknál ugye sose lehet tudni. Úgyhogy ezért vágyom arra, hogy a LEGO végre megalkossa a saját világítós cuccait, mert kellenek ezekhez az autókhoz és más egyéb készletekhez. Na srácok, hát ez volt a mai kis extra adás, remélem azért sikerült egy kicsit örömet szereznem nektek. Én nagyon kíváncsi voltam már rá, hogy hogyan is fog ez az egész működni, meg hogy egyáltalán sikerül-e nekem is bemutatnom, meg sikerül-e összeszerelnem. Ezen volt a legnagyobb izgulás, de ahogy látjátok, még nekem is sikerült összeépíteni. Úgyhogy ha tetszett ez a kis extra adás, akkor hát a lájkot ne felejtsétek el, iratkozzatok fel a csatornára, mert ez még mindig nagyon fontos, és ha találkozunk a következő bemutatóban, unboxingban, hírekben, akármiben, ami a következő adás lesz, addig is jók legyetek, találkozunk azokban a videókban, szevasztok!